A rendőrök? Hányadikra mész? Sziasztok! A mai videó témája 24 óráig egy liftben. Mikor ezt láttam kommentben, mondom, biztos, hogy ezt csináljam meg. Erre fel YouTube-on előjött egy ugyanilyen címmel egy külföldi videó, mondom, ez egy jel, meg kell csinálni. Van egy hatalmas bejelenteni valóm, elindult a webshopom, ezt nézzétek! Na de nem is húzom az időt tovább, nézzük meg előtte egy jó kis TikTok videót, tessék! Lenni nem áll! Jól vagy? Na, mivel 24 óráról van szó, úgy voltam vele, hogy most én egész nap álljak. Viszünk egy asztalt, meg egy széket. Meg hát akkor egy kis dekor is legyen. Elég kis pofás, nem? Hát csak a szék hiányzik. Hölgyeim és uraim, várom a rendelőmbe, hova vihettem önöket. Még hoztam magamnak egy társaságot. Valaki lehívott? Ja nem, csak becsukódott. Én már azt hittem, mondom, végre egy kis akció. Várja? Tényleg valaki lehívott? Komolyság ellen röhögnek. Hello! Költözöl? Jajaja, igen, most pár cuccot viszek föl. Hányadikra mész? Hát lefelé. Ja, le? Veled mehetek? Persze. Oké. Okay. Hát, ja, van egy pár. Szerintem egy 24 órát itt leszek, annyi cuccom van. Jézusom! Ja? Már elfáradtam, azért ülök itt. Köszi szépen, hello! Köszön megyünk föl. Beszólhatok? Flixezzünk. El is indítom. Kényelmesbe vágom magamat. Jó a buli. Jó volt a filmezés, de konkrétan megnéztem 3 filmet, és nagyon megéheztem. Szóval amondó vagyok, rendeljünk egy kis finom kaját, és addig hát, ha jön ki. Valamelyik futárral biztos, hogy akkor találkozunk. Írd meg kommentbe, hogy te mit rendelnél a helyembe. Épp, hogy én mit fogok. Valami burger. Csak kérdés, hogy melyiket? Burger King vagy Mac legyen? Megvan. Na, le is adtam a rendelést, már csak várnunk kell. Várják, közben leesett a telefon. Biztos kell ragasztani, várják. Nagyon unatkoztam, ezért hoztam magamnak egy kis társaságot. Milla, beszélgess velem annyira. Annyira rossz tegyen. Na, milyen a buli? Mesélj nekem valamit, kincsem. Hát nincs most nálam biszkász, hogy adjak neki, lehet inkább visszaviszem. Így hagy. Azt mondja, hogy ez így nagyon unalmas. Hú, gyerekek, jöjjön már meg a kajó. Nem baj addig. Használjuk ki az időt. Egy kis tűrűrű. Tűrűrű. Edzést. Fogsz meg, hogy jön a kajó. Akkor mehet a visszaöltözés. Éhes vagyok, enni akarok. Valaki jön. Jön a Meki. Szia. Köszi. Megmentő vagy. Jó, kettő. Köszi szépen. Köszönöm. Szia! Azért tudja, hogy hülyének nézett. Láttam, hogy megnézte az asztalt meg a széket. Ő, ez a csaj, ez itt lakik. De jó fej volt, nem mondott semmit, hogy te gyökér vagy? Rendeltem egy séket, epreset, rendeltem kólát, hogy mivel 24 óra fönn tudjak maradni, és rendeltem neked. Nagyon jó. Nyom, 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 nyom. Valaki meglátott, hogy itt kajálok, és inkább lemegy lépcsővel. Csókolat.
kaja után sminkeljünk, mert borzalmas lett a szám. És ha már hülyének néznek, akkor nézzek ki normálisan. Jó ez a szín. Na és mi van olyankor, ha megnyom ezt? Üdvözlöm, ön a véscsengőt nyomta meg. Kérem, nyugodjon meg. És mondja el, hogy melyik emeleten, vagy melyik emeleten. Elnézést, téves volt! Milla is elhagyott, ezért van egy barátom, akivel beszélgethetek. Ah, ez mi volt? Kicsit artikulálhatna, mert nem értem, amit mond. Bocs, tesó! Nagyon nagy arc, nagyon jól mondja. Valaki hív minket? Most van legyél már. Lehet a rendőrök, lehet elvisznek. Jaj, de égő. Jön akkor. Hányadikra? Hát a földszint. Ja, tényleg igaz, 9-en voltunk. Kint esik még az eső? Nem tudom, most megyek be. Ja, mert ha esik, akkor szerintem még maradok. Viszlát! Ez nagyon égő volt, a nő annyira hülyének nézett, úristen! Mit lehet egy liftben csinálni? Menjünk sorra mindegyiket, megnyom. Hetedik. Kezdek rosszul lenni ettől a sok liftezéstől. Viszok rá, hát ha jobb lesz. Föllemenés, komolyan mondom, kikészíti a gyomromat. Úristen! Fú, én most nagyon beparáztam. Ráadásul itt megyünk lefele. Olyan mondom, klausztrofóbiám lett ilyen. Azt érzem, hogy egyre kisebb a tér. Úristen, nem csak rosszul vagyok a gyomrom ez a föld leízétől, hanem konkrétan félnek is, hogy beragadok. Gyerekek, ki kell mennem, csak egy kicsit léci. Összezedem magam, nem? 24 órát ki kell bírnom, mi? Miattatok muszáj lesz. Ha nem vagy feliratkozva, iratkozz fel, és adj egy kis energiát ezzel, hogy itt maradjak, itt üljek a fenekemen, és ne gondoljuk arra, hogy mindjárt összenyom ez a lift. Jön a tánc. Milyen képeket lehetne csinálni Instára? Mondjuk egy ilyet. Éjfélkor, meg 3 órakor biztos valami lesz. Most mennyi az idő, várjál. Félek. Már nagyon álmos vagyok, alszok. Én már tökre parázok, hangokat hallok. Ilyen, mint hogyha valaki ott mászkált volna, pulpara. Azért kéne elaludnom, hogy ezen túl legyek, hogy legyen már vége a 3 órának, mert ez így nem jó. Aludjunk. Oh, nagyon fázok. Miért ebbe jöttem? Miért nem inkább egy jó bors téli kabátba? Meg 6. 666, az a gonoszok száma. Gyorsan, menjünk másik helyre. A live lenne, milyen jó lenne, itt tudnánk beszélgetni. Mert megnézek még egy filmet, aztán remélem bealszok. Aj, de jó! Lejárt az idő. Lehetünk haza. Aludni akarok. Jaj, de jó lesz aludni! Ahhoz képest, hogy csak 24 órát abban a liftbe kellett töltenem, hát borzadá, én olyan álmos vagyok. Hú, na, jó van. Holnap jön ki a jó kis neves videó, aztán majd talizunk. Jó éjszakát, sziasztok!